Innováció. Felsőoktatási intézmények is segítik a vidék népesség megtartó erejét. Szezon. Nagy forgalomra számítanak a Balatonnál. Nárcisz ünnep. Koncertekkel, író-olvasó találkozóval és vesszőfonással is várják az érdeklődőket Kaposváron. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Az innovációról tartottak tanácskozást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Fejlesztés Ösztönző Iroda szakemberei kedden a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen Gyurica Csaba, a Mater rektora arról beszélt, a vidék népesség megtartó ereje szempontjából fontos, hogy az értelmiség helyben tudjon maradni, de ehhez az kell, hogy helyben képezzék a szakembereket, és ettől növekedhet a helyi gazdaság. Hazánk exportorientált gazdaság, azonban nagy szükség lenne termékfejlesztésre, hogy a külföldi piacok elismerjék a magyar árut. Erről is beszélt Büttner Tamás, a SKIK alelnöke a kedden tartott tanácskozáson. A cégekben megvan a gondolat egy termékfejlesztésre, de sokszor hiányzik a fejlesztőgárda szürke állománya, de ezt az egyetemi szakemberek tudják pótolni, tette hozzá az alelnök. Minden feltörekvő cég, a startupoktól kezdve természetesen rendelkezik egy olyan igénnyel, hogy sikeres legyen a piacon, ehhez pedig fejlesztésre van szükség. Ugye a magyar cégeknek a legnagyobb problémája az, hogy leginkább beszállítóiparban szerepelnek. A beszállítóiparnál természetesen ott is nagyon fontos a fejlett technológiák, munkamódszerek alkalmazása, ahol szintén rengeteg innovációs lehetőség van. De az igazi az, hogyha egy cég saját termékkel rendelkezik, amivel olyan piaci résbe tud betalálni, akár a világpiacon, ami sikereket hozhat a cég számára. Ehhez viszont nem minden esetben rendelkeznek a cégek önállóan olyan fejlesztői gárdával, akik ezt a sikeres elgondolást akár véghez tudják vinni, és itt van az egyetemnek óriási szerepe. Az eseményen a vidék népesség megtartó erejének fontosságáról beszélt Gyurica Csaba, a Mater rektora. Mint mondta, ahhoz, hogy az értelmiség helyben tudjon maradni, helyben kell a szakembereket képezni, ettől növekedhet a helyi gazdaság. Magyarországon ez azért nagyon fontos, mert ahhoz, hogy helyben tudjunk tartani népességet, értelmiséget, ahhoz, hogy helyben lehessen fejleszteni a gazdaságot, ahhoz helyben kell először ezt a vidéki értelmiséget kiképezni, hogy helyben tudjanak maradni. Mert aki Magyarországon elmegy nagyobb városokba, azt többnyire nem talál vissza. Viszont ahhoz, hogy az egyetemnek meglegyen az az ereje, meg megtartó ereje, ami a vidéki népességet helyben tartja, ahhoz elkerülhetetlen, hogy ne csak legyen ilyen egyetem, hanem nagyon szoros együttműködés és kapcsolat legyen a helyi gazdasággal, a gazdasági élettel, a piaci szereplőkkel, a társadalmi szereplőkkel. Az elmúlt években, évtizedekben inkább azt láthattuk, hogy ilyen szempontból ketté vált Somogy megyében is az egyetem és a helyi gazdaság. Hiába volt egyetem, hiába volt itt a város, ennek a gazdaság élénkítő hatását nem lehetett látni, mert az a szoros kohézió, az a szoros kapcsolat nem volt meg az egyetem és a piac és a társadalmi szereplők között, ami ahhoz kell, hogy ez a fajta kapcsolat meglegyen és működjön a vidék fejlődése szempontjából. Jakab Ferenc, a PTE innovációs rektor helyettese kiemelte, a kutatási eredményekből társadalmi-gazdasági hasznot kell hozni, mert ez az ország és a régió érdeke. A modellváltással a Pécsi Egyetem keretében is egy szemléletváltozás történt, tehát sokkal inkább az innovációs tevékenység, a cégekkel való együttműködés, a kollaboráció, illetve a szolgáltatási portfólió kibővítése jelentősen megújult nálunk Pécsi Egyetemen. Azt gondolom, mind a régiós, mind az országos cégekkel egy sokkal szorosabb együttműködést próbálunk kialakítani, ami nem csak a kutatásfejlesztési innovációs pályázatokban, hanem ahogy említettem, a szolgáltatási portfólió kibővítésében is jelentkezik. Gazdálkodó szervezeti egységekként kell az egyetemekre tekinteni, tette hozzá Jakab Ferenc. Egyre több spin-off céget kell létrehozni, ehhez kurzusokat, tanfolyamokat tartanak a fiatal és középkorú kutatóknak az intézményben. Az elmúlt napok bőséges csapadék áldásának hatása elérte a Balatont, a tó vízállása két nap alatt 2 centiméternyit emelkedett.
A vízügy adatai szerint március elején még 101 cm-es volt az átlagos vízszint, ami lassan emelkedett, majd hónap közepén még csökkent is. Jelenleg 105 cm-es az átlagos vízállás, 10 centivel elmaradva a március végi üzemi vízszint maximumtól. A vízhőmérséklete tegnap 6 Celsius fokos volt, több mint 4 fokot csökkent a szeles, hűvös időjárás hatására. Jó szezont várnak az idén is a Balatonnál a turisztikai szakemberek. Az elmúlt év vége is kiemelkedő volt a térségben az eltöltött vendégészakák tekintetében, és a húsvét közelettével is magasak a foglalási arányok a balatoni szállodákban és vendéglátóhelyeken. Programokban sem lesz hiány, családi, sportos és aktív pihenést szolgáló rendezvények is lesznek az ünnepek idején. Bár a tél még utoljára megmutatta erejét a Balatonnál a hét elején, az ideérkezők és az itt élők abban bíznak, húsvétkor már igazi tavaszi időjárás lesz a jellemző. A szállodákban egyre magasabbak a foglaltságok, és számos húsvéti program is várja a tóhoz érkezőket. A Balatonon mindig kiemelt esemény volt a húsvét, és azt gondoljuk, hogy a tavaszi szezon megteremtésével egyre fontosabbá vált, hiszen egyre több vállalkozás nyit már ki erre az időszakra, és készülnek tudatosan. És nem csak a vállalkozások, hanem a programszervezők is, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy vendéget programmal, komplex családi élménnyel lehet a legjobban húsvétkor megfogni, és arra motiválni, hogy kimozduljon otthonról, és valahol máshol töltse ezt a fantasztikus ünnepet. Siófokon komplex családi futónappal is készülnek a húsvéti nyuladalom jegyében, és 4 napon át koncertekkel, tojásvadíszítéssel, népi játékokkal, kitelepülőkkel is várják az érdeklődőket. De nem ez lesz az egyetlen program a térségben. Elmondhatunk egy nagyon jó kezdeményezést Balatonfüredvár Kőrösegy térségében is, ahol komplex családi programot rakott össze több helyi vállalkozás, teljes vertikumban szálloda, étterem, látogatóhelyek, és ezt összekötötték kerékpárral, hiszen a Balaton Bike 365 kerékpáros rendszernek az egyik bázisállomása Balatonföldváron található. Ők is aktívan részt vesznek ebben a programmal, de aki nem szeretne esetleg tekerni, és még nem aktivizálna magát a húsvét időszakban a sportolás irányába, őket viszont kisvasúttal fogják körbejutatni a különböző élménypontok között. A tó körül szinte minden településen készülnek kisebb-nagyobb programokkal a 4 napos ünnepre, így a látogatók kedvükre válogathatnak a számos program lehetőség közül. A szakemberek abban bíznak, legalább annyian érkeznek a régióba, mint tavaly. A tavalyi évben kiváló eredmények és számok születtek, közel 3 millió vendég, több mint 8 millió vendég éjszakát töltött el a tónál, és bízunk abban is, hogy az idei évben ez még jobb lesz, hiszen elkészültek olyan fontos beruházások, amelyek ezt lehetővé teszik. Ezek közül én kiemelném most a Balaton Bike 365 pont az aktív turisztika miatt, hiszen a kerékpározás az rendkívül népszerű lett a Balatonon is, és ugye ehhez a Covid helyzet is annó nagyon-nagyon jól rásegített, és sokkal egészségtudatosabbat lettek az emberek, és az elkészült 3 kerékpáros központ Balatonfüreden, Balatonföldön és Keszthelyen ez nagyban támogatja, valamint a létrehozott mintegy 1000 kilométernyi kijelölt kerékpáros túraútvonal is. A Magyar Turisztikai Ügynökség legfrissebb adatai szerint a húsvéti időszakra már 11%-kal többen foglaltak szállást országszerte, mint a megelőző évben. A turisztikai térségek közül a Balaton, a Mátra és a Bükk térségét, valamint Bükk-Sárvár szálláshelyeit választották a legtöbben. 23 magyar felsőoktatási intézmény, 284 pályamunka, 29 szakmai tagozat, 146 bírálóbizottsági tag. Ilyen lesz a 36. OTDK agrártudományi szekciója, amelynek április 4 és 6 között a MATE Kaposvári kampusza ad otthont. Sütő Zoltán, a szekció ügyvezető elnöke, a keddi sajtótájékoztatón arról beszélt, rendkívül sokszínű a választék, így többek között az állatélettan, agrobotanika, biotechnológia és az agrárgazdaságtan is helyet kap majd a konferencián. A MATE hallgatói után a Debreceni Egyetem mezőgazdasági és élelmiszertudományi, illetve környezettudományi karáról érkeznek több mint 30-an. Az Állatorvostudományi Egyetemről több mint 20 hallgatót várunk, és a Széchenyi Egyetemről is. De fontos itt megjegyezni azt, hogy a konferencia határon túli hallgatók részvételével zajlik.
tehát a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetemről is népes delegációt várunk, de hallgató lesz az Újvidéki Egyetemről is. 29 szakmai tagozatba csoportosítottuk a pályamunkákat. Ez a 29 tagozat az agrárium valamennyi területét megjeleníti. Tulajdonképpen azt mondom, hogy az agrár felsőoktatásban nincs olyan tudományos műhely, amelyik a kapcsolódási pontját ne találná meg a tehetséggondozás aktuális területén. Áprilistól már hétvégén is fellépnek az illegális égetés és a hulladéklerakás ellen a kaposvári közterület felügyelők. A városban nem szabad égetni, és külterületen is csak április végéig és meghatározott időben. De nem is igazán van értelme, mert a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Idén 15 alkalommal viszi el a házak elől a zöld hulladékot. A család minden tagja számára kínál programokat az idei, immár 9. kaposvári Nárcisz ünnep. Mint az esemény beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, koncertekkel, író-olvasó találkozóval, vesszőfonással, agyagozással és tárlatvezetéssel is várják az érdeklődőket szombaton a Ripürónai villánál. Már nyílnak a virágok a kaposvári Ripronai villa kertjében. Szombaton itt rendezik meg az immár hagyományos tavasz köszöntő Nárcisz ünnepet, amely 10 órától este 6 óráig várja az érdeklődőket. Mint az dr. Ábrahám Levente, a Ripronai Múzeum igazgatója az esemény beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, a színpadi programok 11 órától kezdődnek. Lesz zenés gyermekszínház, Lovász Márta divatbemutató, fellép a Somogy zenekar, a Barack Mag együttes és a Z-generáció is. Közben a parkban számos rendezvény várja még a ideérkezőket, lesz egy bormostra, könyvvásár, könyvbemutató, beszélgetés a írónővel, élményfestés, aztán a palacsinta, kóstoló, tehát rendkívül változatos. A gyerekekre továbbra is gondoltunk, itt agyagozás, veszőfonás, nemeszkészítés. A tárlatvezetéseken pedig Ripronai József munkásságát ismerhetik meg a látogatók a festő egykori villájában. Ismét várjuk a látogatókat, hogy gyönyörködhessenek mindabba az óriási kultúrkincsbe, amit ez a villa és Ripronai munkássága jelent kaposváriaknak és az egész országnak. A téli szünet után nem csak a Ripronai villa, hanem a Ripronai Múzeum mindegyik kiállítótere újra nyílik. A Fekete és a Látogató Központ a Desedán, a Ankerházi kiállítóhelyünk is megnyílik, és természetesen a főutcán is nyílnak a kiállítások. Annyiban, hogy ott még mindig tart a felújítási munka, tehát az érdemes előre tájékozódni. A Nárcisz ünnep idején kis vonat közlekedik majd a Ripronai Múzeum és a Róma villa között, így is segítve a látogatók kijutását a tavasz köszöntő programra. Innováció. Felsőoktatási intézmények is segítik a vidék népesség megtartó erejét. Szezon nagy forgalomra számítanak a Balatonnál. Nárcisz ünnep. Koncertekkel, író-olvasó találkozóval és vesszőfonással is várják az érdeklődőket Kaposváron. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk holnap este is, viszontlátásra!